Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2017. november 9-én este 7:30-kor. Véget ér a selejtnövényvédőszerek leadása. Még egy napja maradt a gazdáknak. Várják a jelentkezőket, keresik a város karácsonyfáját. Már biztos, lesz Kalocsán atroszkópos gép. Selejt növényvédőszereket lehet leadni még a héten az Iskra Kft. Homokgyőri majorjában. A folyékony és szilárd szereket külön kell becsomagolni. Egy év. Mindössze ennyi ideig szabad elkülönítve tárolni a selejt növényvédőszereket. Ide tartoznak azok, amelyek szavatossági ideje lejárt, bevont engedéllyel rendelkeznek, vagy ismeretlen eredetűek. Így volt ez azzal az üveggel is, amit egy környékbeli gazda adott le az akció keretein belül. Nem lehetett tudni, mi volt benne. Ezeket a szereket valójában csak összesen egy évig szabad tárolni, utána mindenkit el kéne vinni, megsemmisíteni a szert, hogy nyilván a pénzbe kerül. Tehát az egy éven túli tárolás az már szabálytalanság, tehát a növényi bírságot vonna maga után, nemhogy még több évig. Tehát most akik ide behozzák, megmenekülnek a növényi bírságtól, és ingyen, tiltásmentesen ráadásul még meg is semmisítjük ezeket a szereket. Az idáig leadott növényvédő szerek mindegyike egy kategóriába tartozott. Szerencsére itt Kalocsán és a környező településeken nem őrizgetnek nagyon régi szereket. Három kategóriába gyűjtjük ezeket a szereket, lejátszhatósági szereket, selejt szereket. Az első kategória az, ami még a rendszerváltás előtt gyártódott szerek. Ilyenek is vannak, mert régi TS majorokban, magtárakban, raktárokban még ilyenek is felelhetők, és úgy tárolták, őrizték, nem tudták, mit kell vele, csináltak, el volt. Ez az első kategória. A második kategória a rendszerváltástól az EU-ba való belépésünkig. Tehát ez egy következő kategória, és a harmadik kategória pedig a rendszerváltás utáni kategória. A Földművelésügyi Minisztérium megbízásából a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara növényvédelmi és növényorvosi szervezete vállalta ennek az akciónak a koordinálását, amit a Kalocsa környéki környezetvédelmi egyesület és a városi önkormányzat is támogatott. Nem lehet tudni, hogy lesz-e hasonló akció a következő években. Mióta én növényvédelemben dolgozok, az 35 éve, ilyen akció még nem volt. Tehát nyilván nem tudom megígérni, hogy a jövőre lesz, vagy 35 év múlva megint lesz, de ez egy nagyon költséges dolog, és hát igazából mindenek úgy kell gazdálkodni a növényvédőszerre, ez egy veszélyes anyagok, tehát úgy kell gazdálkodni, ezeket nyilván kell tartani, a mennyiségileg is, nyilván dózisokat nyilván le kell írni, hogy hogyan használta fel, tehát ezeket úgy kell megvásárolni, hogy ezek lehetőleg még abban az idényben, abban a vegetális időszakban el legyenek használva. Az Iskra Kft. Telephelyére pénteken 8-tól 12 óráig lehet még beszállítani a selejt növényvédőszereket. Keresik a város karácsonyfáját. A Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár várja azok jelentkezését, akik szívesen megválnának hatalmas méretű fenyőfájuktól. Tavaly november utolsó napjaiban napsütéses időben került a helyére a fenyőfa. 3,5 méter. Legalább ilyen magas legyen az a fa az idén is, amit aztán a sétáló utcában állítanának fel az adventi időszak kezdetére. Az elmúlt években több tucatnyi család jelentkezett erre a felhívásra. A sok-sok lehetséges jelölt közül egyet vágtak ki, szállítottak el a szakemberek. Az volt a jellemző, hogy jóval magasabb és terebélyesebb fára esett a választás, és ennek következtében hatalmas méretű fenyőfa lett Kalocsa karácsonyfája. Természetesen az idén is átvállalják a kivágás és a tereprendezés költségeit. Így a jelentkezők ingyenesen megválhatnak attól a fenyőfától, ami esetleg már a látási viszonyokat rontja, vagy éppen a lakóházat veszélyezteti. December 1-jéig lehet jelentkezni a kalokultúra@kalocsa.hu vagy a 78-600-777-es telefonszámon. A fára kerülő díszek egy részét évek óta őrizgetik a kulturális központban, de még az is lehet, hogy általános iskolások vagy óvodások segítségére is számítanak, ugyanúgy, mint az elmúlt években. Az biztos, hogy a december 11-én kezdődő karácsonyi forgatagban már feldíszítve, kivilágítva vár majd minket a karácsonyfa a sétáló utcában. Nemrégiben az egész térség összefogott és egy nagyszabású gyűjtésbe kezdett, hogy a Kalocsai Szentkereszt kórház javára egy atroszkópos műszert tudjanak vásárolni. Font Sándor országgyűlési képviselő bejelentette, nem csupán ez a berendezés, de egy új ultrahangos képalkotó készülék is helyet kap majd a kórház új épületszárnyában. Mint ahogy híreinkben korábban már többször is beszámoltunk róla, Farkas Éva tánctanár kezdeményezésével gyűjtésbe kezdtek.
hogy az ízületi betegségekben nagy segítséget nyújtó atroszkópos gépet tudjanak vásárolni a Kalocsai Kórház javára, hiszen jelenleg ilyen berendezés nincs városunkban. A gyűjtésbe az egész térség becsatlakozott, és boltokba, kávézókba, lotózókba helyezte ki gyűjtőedényeket. Font Sándor országgyűlési képviselő eközben bejelentette, a kórház új Kossuth Lajos utcára néző épület szárnyának megnyitására biztosan itt lesz a berendezés. A gép már beszerzésre került, jelenleg Kecskeméten van beüzemelés alatt, és amikor az épület szárnyának átadása és az összes mobília, ezek a kórházi berendezések elhelyezésre kerülnek, jelzem, hogy jelenleg is beszállítás van az összes mobília területén, és a teljes kórház a megnyert pályázat tekintetében befejezésre kerül, és ennek a felavató ünnepsége lesz, addigra itt lesz az artroszkópos készülék is. További jó hír, hogy nem csupán egy artroszkópot sikerült beszerezniük, tovább segíti a gyógyítást egy új ultrahangos képalkotó készülék is. Tiszta újat sikerült most szerezni, néhány héten belül, szerintem már hetek, ezen a héten is akár a beszállító ide küldheti ezt a gépet, és szeretném jelezni, hogy az a CT komputer tomográf, amit Kecskeméttől kaptunk meg, és egy felújításon ment keresztül, teljesen üzemkész. Tehát három olyan új készülék fog Kalocsára érkezni, és a november közepe, november második fele, harmadik negyedében üzembe helyezni, amely még soha nem volt itt Kalocsán, és remélem, hogy Kalocsa és térségének az egészségügyi ellátását ezt egy magas színvonalon fogja majd segíteni. Font Sándor kiemelte, a Kalocsai Kórházat egyszer már fenyegette a bezárás a 2010 előtti problémák miatt, melyet mára már sikerült stabilizálni, hiszen a fő céljuk a kórház megtartása és bővítése. Nem kétséges, hogy mi nem az osztályok bezárásán, hanem a további osztályok nyitásán, amely részben már meg is történt, ezen fáradozunk. Ehhez természetesen kell a technika, technológia, és kellenek azok az új épületszárnyak, amelyek most majd átadásra kerülnek. Mely egyre fontosabbá válik a paksi építkezés megkezdésével, hiszen Pakson nincs kórház, így ha elkészül a Kalocsát-Pakssal összekötő Duna híd, az ott dolgozóknak és a térségben élőknek is nagy jelentőséggel bír majd a Szentkereszt Kórház. Mi arra készülünk, ebben a pillanatban egy további 3-5 milliárd forintos fejlesztést szeretnénk a Kalocsai Kórházon elvégezni, és az azt jelenti, hogy megszűnik az a eddigi vitatott kérdés, hogy Baja és Kecskemét között kell-e, van-e értelme a Kalocsai Kórháznak továbbra is fennmaradni. Mi állítjuk, hogy van, és a paksi építkezés tehet erre pontot végérvényesen, és a mi fejlesztéseink tehetnek erre pontot, hogy mindenki lássa, hogy a térségben élők egészségügyét szolgálja hosszú távon a Kalocsai Kórház. A grafológiát legtöbben a kézírás elemzésének tudományával azonosítják, ám ez több területre is kiterjed. A tegnapi Baba-Mama klubban Petrás Éva, okleveles grafológus vendégeskedett, aki a gyermekrajzok elemzéséről tartott előadást. A grafológia a kézírás egyéni jellegzetességeit vizsgálja, s a tanult sztendertől való eltérések alapján von le következtetéseket a személyiségre nézve. Vizsgálatának tárgya lehet a grafikum, melybe beletartozik a rajz, a firka, de leginkább a kézírás. E tudományák szakembereként volt jelen a tegnapi Baba-Mama klub foglalkozásán Petrás Éva, okleveles grafikus. Egy ilyen általános jellemzést szeretnék adni, hogy milyen szempontokat kell figyelembe venni, amikor elemzünk egy-egy gyermekrajzot. Hozzátenném, hogy azért a gyermekrajzok elemzése egy teljesen más téma, mint a felnőtt rajzoké. Én elsősorban kamasz írásokat vizsgálok, tehát pályaválasztással kapcsolatban, illetve ugye felnőtt írásképeket, és mindig szervesen kiegészíti ezeket a rajz. A szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyermekrajzokkal óvatosnak kell lenni, és vizsgálatuk rendkívüli körültekintést igényel, hiszen minden életkornak megvannak a maga sajátosságai. Mivel pillanatnyi állapotot mutatnak, így főleg az őszbenyomása fontos. Tehát rendezett egy rajz, avagy keszekusza, milyen a térelrendezés, mennyire használja ki a gyermek alapnak a felületét, tehát nem mindegy, hogy mondjuk a jobb alsó sarokba, vagy a jobb fölsőbe, vagy akár csak a bal oldalt használja, vagy a rajzlapnak a felső sorát, vagy esetleg az alját. Ez egy nagyon fontos szempont. Ezen kívül nézzük a színhasználatot, ami megint nagyon lényeges, nem mindegy, hogy milyen színeket használ. Különböző rajzteszteket a pszichológiában is használnak. Például vannak irányított rajztesztek, mint a Koch-féle farajz, ahol a gyermek érzelmi állapotáról kapunk egy keresztmetszetet. Ezen kívül
a családfa rajzok, vagy a család rajzokat kell még megemlíteni, ennek is egyébként több típusa van, akár az elvarázsolt család, vagy a kinetikus családrajz, tehát ahányféle rajz készül, mindegyiknél más szempontokat kell figyelembe venni, de természetesen vannak olyan alapdolgok, amiket minden egyes rajznál vizsgálunk. Itt az előbb említettem, hogy a lapnak melyik felét használja, akkor milyen, mekkora alakokat rajzol például, vagy egy emberrajznál, mennyire kidolgozott az a figura, amit megjelenít a gyermek. Nagyon fontos, hogy akár az írás, akár a rajz tekintetében egy pillanatnyi állapotot tükröz az eredmény, de természetesen vannak olyan egyéni tulajdonságok is, melyek nem változnak. Messze menő következtetéseket azonban nem érdemes levonni a vizsgálatok során. Ehhez sokkal hosszabb és mélyrehatóbb kapcsolatra van szükség a gyermek és a szakember közt, mint egyetlen rajzelemzése. Petrás Éva ezeket a tudnivalókat és általános jellemzéseket prezentálta a szülőknek, akik nagy érdeklődéssel gyermekeik társaságában együtt vették ki részüket az eseményből. Már októberben kezdetét vette a már hagyományos Múzeumok őszi fesztiválja elnevezésű országos programsorozat, melynek keretein belül több mint egy hónapon keresztül vártam egy rendhagyó foglalkozással Kalocsa kis- és nagyiskolásait a Viski Károly Múzeum. A Múzeumok őszi fesztiválja egy országos rendezvénysorozat, melyhez csatlakozva a kalocsai Viski Károly Múzeum is rendhagyó, kalocsai vonatkozású foglalkozásokkal várta a város kis- és nagyiskolásait. Minden esztendőben a MOK rendőz meg, ez a Szentendre és Konzenba van a székhelye, a Múzeumok Oktatási és Képzési Központja. Különböző tematikákat hirdetnek meg minden esztendőben, ehhez szoktak csatlakozni a múzeumok. A Kalocsai Múzeum is részese ennek a programnak, most már több mint egy évtizede, minden esztendőben megtartjuk, és minden esztendőben várjuk ezen a másfél hónapon a 6., 7., 8. osztályokat és a gimnazistákat, az összes gimnazistát. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 800 gyermek jelenik meg a múzeumban különböző programokon. A Viski Károly Múzeumban történő múzeum gyakorlat azonban egy kicsit eltér az országos tematikától. Nem átrendőrközésünkre például múzeumpedagógus vagy a tereink is ugye megkötöttek, ugye kicsi a múzeum, kinőttük ezt az épületet ma már, ezért nem tudjuk mindig követni ezt az országos programot, viszont ragaszkodunk ahhoz a tematikához, amit fölépítettem a gyerekeknek. Ugye a tévé mindig tudósít az óvodás programjainkról. Minden esztendőben hétszer megérkezik minden óvodás. Megvan, ahogy említettem, 6., 7., 8. osztályos program és a gimnázium, és most azon dolgozunk, hál' Istennek az önkormányzat megszavazta, hogy egy múzeumpedagógusa bővült a múzeumnak a létszáma, hogy az első, második, harmadik, negyedik, ötödik osztálynak a tematika is föl fog épülni. Ez a foglalkozás nem csak Kalocsa népi, hanem a város egész kultúráját mutatja be a gyerekeknek, és amennyiben sikerrel fel tudják építeni ezt, éves rendezvényről is beszélhetünk majd, melyet óvodásoktól gimnazisták akik mindenki megtekinthet, átlátva a múltunkat. Most itt a hátam mögött éppen a 8. osztályosoknak a díszletit látjuk, hogy fogalmazzak ilyen csúnyán. A születés a tematikája a 8. osztályosoknak, és itt fölépítettünk egy első házat, aminek az egyik sarkában a szülőnő ágyát lehet látni, a másik sarokba pedig a Szent Sarkot, ahol a vendégöket fogadják, és hát itt beszélünk arról, hogy hogyan zajlik le a szülés, milyen különbség van a régi és a mai világ között. A múzeum igazgató véleménye szerint a látogató diákok partnerek a foglalkozások során, és bár hozzátette, hogy azért mindig vannak kajla gyerekek, nem találkozott még olyan osztállyal, amellyel ne lehetett volna együtt dolgozni. Botos Jánossal, a KSE torna szakosztályának vezetőjével az idei versenyeredményekről és a tanévkezdésről beszélgettünk. Véget ért az országos bajnokság tornászaink számára, ugyanis a két fordulóból álló megmérettetés második etapjára most ősszel került sor. Először a nagyobbak kerültek sorra, a felnőttjeink és az ifistáink. A felnőttek, ők 5. helyezést értek el a másodosztály országos bajnokságon, az ifistáink 4. helyezést értek el. A kicsik azonban nagyobb hátránnyal indultak a bajnokságon, melynek egészen egyszerű oka van, az edzési körülmények, azaz a szakosztály felszereltsége. Akik tényleg élsportszerűen is csinálhatják már, azoknak majdnem dupla ekkora csarnokuk van, és csak torna felszerelés van benne, 5-6 gerenda, 3-4 nyújtó, korlátok, stb.
nekünk, meg hogyha jó szétnézünk, van, amiből nincs is. Például a kalocsai sportolók eszköztárából hiányzik az úgynevezett ugrónyelv, aminek használata a versenyeken teljesen megszokottnak számít. Ugrónyelv, ami most már nem szekrény a versenysportban, a szövetségi versenyeken, hanem egy nyelv, ami elősegíti, hogy a gyerek ne sérüljön meg, ha véletlen nem úgy sikerül neki az ugrás, és így ők sokkal bátrabban gyakorolhatják azokat az elemeket, amit mi csak akkor, mikor már olyan képességekkel rendelkezünk, hogy már az ütést is tudja állni a gyerek. Az eszközhiányosságok azonban szemmel láthatóan nem befolyásolják a fiatalok munkakedvét, teljes erőbedobással dolgoznak az edzéseken, ahová természetesen szívesen várják az új tagokat is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Adásainkat addig is nyomon követhetik a www.karocsatv.hu weboldalon. További szép estét, kellemes televíziózást, viszontlátásra!